Elnök úr, május 18-án véget ért a bajnokság, a 7. helyen zártak a fiúk. Mennyire elégedett? Azt tudom, hogy az előzetesben úgy volt, hogy a középmezőny az tökéletesen jó, de a látottak alapján lehetett volna ez jobb is talán. Induláskor ezt a középmezőnyt jelöltük ki célul, de hát nagyon jó volt az őszi rajtunk szerencsére. Olyan meccseket hoztunk, amit nem vártuk, az első 3 helyezettből 2-t meg tudtunk verni. És bizony sokáig, tehát ősszel ott voltunk a 3. hely környékén, a 4., így váltogattuk egymást, és szerintem ettől a 7. tavasszal jobb helyezést tudtunk volna elérni, hogyha nem jönnek össze ezek a komoly sérüléseink. De hát végül is a cél maradt, az, hogy most a 7. lettünk, ez nagyon jó, van mögöttünk 5 csapat, akinek küzdeni kell majd, hogy tudni játszani az NB2-be. Nyugodtan várjuk a új bajnok idén kezdetét, és reméljük, hogy a sérülések a nyári szünetben regenerálni fognak a fiúk, és akkor nem lesz probléma a kezdése. Az az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy az a 2 csapat, akivel utoljára játszottunk, tehát a Pénzügyőr, illetve a Sziget-Szent Miklós előttünk végzett, de 1, illetve 2 ponttal, tehát itt végül egy győzelem az 5. helyig tudott volna minket röpíteni. Igen, végig nagyon sűrű volt. Tehát a 4. helytől a 9. bezárólag szinte 1-2 pont. Tehát mindig az időzített forma hétvégén így tudta alakítani az eredményeket. Hát nekünk is volt jó szériánk, 1-2 hétvége volt, sajnos 2 hétvége idegenben, ami nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de ezt már én ráírom arra, hogy a fiúk már tudták azt, hogy a 7. rosszabb nem lehet, és olyan csapatjátékot nyújtottunk, ami a tisztelet megadás és a közönség elfogadott tőlünk idegenbe is, tehát nem tudtunk annyira formába lendülni, a 4 ifistával kellett fölállnunk, volt úgy, hogy egy kapusunk játszott mezőnyjátékba, tehát az utolsó 2-3 meccsünk az már nagyon kiélezett volt, és örültünk annak, hogyha újabb sérülések nélkül megúsztuk ezt a bajnokságot, és annyira a fiúk is, tehát kicsit visszafogottabban játszottak már. Van nekünk egy másik felnőtt csapatunk, illetve van egy ifi csapatunk, egy 7. illetve egy 12. helyen zártak. Igen, hát a megyei csapat, amit ugye tavaly elindítottunk, nagyon jól helytált, egybe maradt a csapatunk, szívesen járnak, és mint tudjátok, azért a Fejér megyébe az első osztály egy nagyon erős csoport, tehát itt a Sárbogárda, a Dunajvárosi Dac, a Rácalmás, ahol ugye egyre nagyobb a kézilabda szenvedély a településen, nagy az utánpótlás nevelés. Úgyhogy ezek között a Martonvásárló régi öreg rutinos játékosokból áll a csapat. Nagyon jó volt ez a bajnokság a 16 éves srácoknak, abból kifolyólag, hogy egyre többet fogunk majd tudni beépíteni a felnőtt csapatba. Igény lesz rá, van is rá tehetséges, 2-3 srácok itt kinéztünk magunknak már. És ugye ez arra volt jó, amit terveztünk is, hogy versenyeztetni tudtuk azt a 30 gyereket, ugye felét az ifibe, felét a megyébe. Úgyhogy szépen kialakul most már a kerettag az ifibe is, és a megyébe is, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon jó volt ez. Akkor ugorjunk vissza egy picit a felnőttekhez, mi lesz a nyári program, lesznek-e tornák, táborok, ugye éveken keresztül Szlovákiába jártak a csapattal? Hát a szlovákiai túra az megint lesz, most kaptuk meg a nevezési listát, a határidőt, hogy meddig kell benevezni. Tehát mindig 8-10 fő összejön, aki elmegy arra a 3-4 napos tornára. Egy nagyon jó erőpróba, ott ez ilyen nemzetközi kupa, ott osztrák, cseh csapatok szoktak lenni. Akkor már utoljára voltak német másodosztályú csapatok is, tehát egy nagyon színvonalas lesz a megint, ahogy néztük a nevezéseket. Hát el fognak menni a fiúk. Ez nálunk ez már hagyomány, hogy ilyen önköltségi áron működik. Tehát a felnőttek összedobják az úti költségre valót, a szállásra valót. Ezt már mi egyesület már nagyon régóta nem tudjuk finanszírozni. Én azért tudok egy másik programot, és szintén az önök szíve csücske, megújul a csarnoknak a tetőszerkezete, legalábbis a előzetes hírek szerint. Mit szól ez? Gondolom eljönnek, azért megnézik, hogy hogyan alakul a terep. Hát én már akkor fogok ebbe hinni, hogyha itt a hátam mögött az a fólia valóban el fog tűnni. Több év ezelőtt is volt már rá szó, hogy meg lesz újítva, lett félretéve pénz, és mégse lett belőle semmi. Én is hallottam igazgató úrtól is, a polgármester úrtól is, hogy valami keret félre van rá téve, és hogy az idei nyáron
meg lesz csinálva. Ez a csarnok úgy épült fel akkor, hogy tudták azt, hogy itt van egy majd 50 éves múltan rendelkező kézilabda egyesület, aminek az otthona a csarnok. Tehát azon kívül, hogy öltözőt a rendelkezésünkre bocsátottak, nincs egy helyiség, nem tudjuk hol tárolni a szereinket. Tehát most ennyi gyerek mellett már, amit itt beszélgettünk, annyi szerelés van, mindenkinek haza kell vinni, nem merjük itt hagyni. Hát most kaptunk egy ígéretet, hogyha a tető elkészül, akkor itt a felső aula, ami nincs kihasználva, azt le tudnánk zárni, és akkor tényleg gazdaságosan ki lenne használva a helység, ott berendezkednénk egy kicsit, hiszen egy vendégünk jön, nem tudunk hova leülni vele. Végezetül beszéljünk egy picit az ígéretek után a konkrétumokról, mikor kezdődik össze a bajnokság, illetve hogy marad-e a keret, van-e változás, érkeznek-e új játékosok, vagy esetleg valaki abba hagyja. A felkészülő időszak majd július legvég, augusztus elején, amikor majd leülünk és áttárgyaljuk a dolgokat, hogy ki az, aki folytatja, ki az, aki el akar menni, vagy úgy érzi, hogy már nem tud a csapatnak a segítségére lenni. Egyelőre ilyen jelzések nincsenek. Hát én ragaszkodom minden játékosunkhoz, és azért én bízom titokba, hogy ezek a fiúk azért még jó pár évet el fognak játszani. Elnök úr, köszönjük szépen, illetve még egyszer gratulálok mind a három csapatnak, és jó pihenést a nyárra. Köszönöm szépen, és még annyit szeretnék, hogy hadd gratuláljunk, mert közben még ugye a bajnokság véget tartott, ami három újszülött született a játékosainknál, a Markovicséknál, a Szegecseknél és a Győrfigerőéknél, hogy gratulálunk, jön az utánpótlás.